leszikráztat egy másik ilyen tekercsbe. nagyon érdekes, amire alul tesz egy pármenetes tekercs. Tehát alul nem ugyanúgy néz ki, mint, mint a kapalós csiga Nem, ne, de ez két kap úgy is képzeld el, akkor is működik. Tehát oda átszikráztatom egy másikba, egy másik ugye jelenik a az egyikbe alul gerjesztem, a másikba fölül szikráztatom, átszikrázik át a másikba, a másiknak az aljára az is meg van és az aljában teszek egy pár menetes és ilyen 40-50 volt van egy meneten. Egy, menet. egy meneten? Egy meneten. a trafókban 6 menet egy volt, a rendes trafókban. Ez meg 45-50 volt van egy meneten amit kapsz. 6 menetről jött nekem a 240. 6 menetről. Váltó. azt én, mert hogy össze-vissza de arra még rá szoktak tenni egy másik tekercset, és azt ilyen hangfrek is 50 hz meg bőgeted azt a tekercset, akkor utána a kimenetben is megjelenik ez az 50 hz és rá lehet kapcsolni ilyen szarokat. Én nekem azt tűnik hogy borzasztóan nehéz hogy itt gondolom számít a vezetők keresztmetszete, a tekercsek Jó, Ja, egy, indítsuk el, jó. Nem hm. jó. számít a menetek számomra. Micsoda? Hát a, a, a vezetők keresztmetszete, hogy milyen vastag drótból. Tehát... Az a, a tesztánál vékony dróttal szoktuk megtekerni, ilyen 02-es, 01-es, ilyen vékony drótból. Amit letekersz, traforról, 02-es, 03-as is jó, amit ilyen traforról letekersz tehát valami baj van a trafonok, és mit tudom én, a, mondjuk megégett a szekunderje, de közben a primérje még jó, arról letekered a drótot, rengeteg ilyet dobnak ki, kidobják, kész. Ha figyelsz, akkor találhatsz ilyet a kidobás ilyen trafókat lehet találni, kidobják mondjuk a, a mikrókat, nagyon jó trafó van benne, nagy teljesítményű, komoly trafó van benne, kidobálják, valami íz, elkezd neki szikrázni, nem úgy működik, ahogy az, dobálják kifelé a francban. A magnetront is kidobják bele be együtt, ami egy kincs. Kidobálják. A fegyvernek is jó, meg mindenre jó. Magnetron. A radarokban az van. Komoly teljesítmény. Lesugároz ilyen gigahertzen, ilyen, lesugároz ilyen kilovattokat. Tehát azért az nem kicsi. Kilovattal oda dörgössz bárminek, az mondjuk ilyen autó jön, amit meg kéne állítani valahogy oda dörgössz egyet neki az autóban, az elektronika azt mondja, na köszi, ennyi volt, és láttam ilyen izét, hogy amikor volt ilyen amerikai, ilyen lángelmés, ilyen nagyon lángelmélyű amerikai szakértők, de azok aztán nagyon lángelmélyűek, akkor volt az a repülőgép támadást, tudott, betiltották még a mezőgazdasági repülőket is amikor volt a torony elleni támadás, akkor betiltották, még a mezőgazdasági repülőse sem permetezhetett. Őrült nagy hiszti volt, de baromi nagy hiszti, és akkor mindent betiltottak, és akkor ezt se lehetett kapni, azt se lehetett kapni, nagy, azt, amiket ilyen lángelmélyű szakértők kitaláltak. És akkor mondta Pali, hogy kimegyek a szeméttelepre, a mételepre, és csak onnan használtok dolgokat, az rendben van? Az rendben van olyan fegyvereket csinált pikpakra, hogy a mindenkinek a pofája leszakadt. Fegyvereket. Hm? Igen, igen. Mindenféléket össze lehetett szedni, és ezeken a mindenféle szemeteket, amit összeszedett, ilyen rossz, mikro, rossz, rossz izér mit tudom én, kiszedte belőle, rád kiderült, hogy a mikronak csak a kapcsolója rossz. A háziasszonynak, hogyha elromlik a hálózati kapcsoló, tehát bekapcsolja, nem megy, kikapcsolja, nem megy, bekapcsolja, nem megy, kikapcsolja, nem megy, dobja ki. Abba a pillanatban. Aztán közben csak egy kapcsoló romlott el benne, lejött a drót, lelazult a drót, vagy mit tudom én, és attól kezdve dobál, mindent kidobálnak. Tehát amit nem, nem tud működésbe hozni ilyen szokvány szerint, akkor dobja ki. Hát néha meg, meg, mi régen megjavítottunk mindent, mindent, amit csak lehetett, megjavítottunk. Szocializmusban nem lehetett csak úgy kidobálni dolgokat, örülti, ha volt valami, de egyáltalán. Mit? az integráltságát, integráltság, integráltság, ahhoz az észnek is integrálódni kéne, ugye nőni kéne a hozzávaló észnek, és ha érsz, értesz hozzá, akkor megcsinálod. Lehet, hogy oda van írva valami, de nem biztos, hogy jól van odaírva ahhoz kell az ész. Mint amikor összeöltük ketten a nyomtatót, ugye? Akkor a, a kínaiak éppen elfelejtették feliratozni, hogy kom egy kom 2. Ha ah, nem írták oda. És hát ugye, de két csatlakozó volt a fordított gomb, arra megy az egész. Na, és akkor addig kerestem az interneten, föltettem a lefényképen azt, nem azt a kis lapot, nyomtatott a sőt, és találtam olyat, amin más is megszívta ezt, amin rajta volt. Ön, már oda is írtam Filztól alá. Van erre, és ettől kezdve jó volt a dolog. Trehány munka volt, és ezért nem tudtam volna összerakni, vagy próbáltok összerakni, de lehet, hogy a harmadik gépet kellett volna összerakni, mire nem durran el. Tehát itt van a probléma, hogy trehányú dolgoznak, nem is ért hozzá. Vagy kellene hozzá egy minimális ész és nincs, nem ért hozzá, a minimálisan se. Tehát egy lakatos munkát nem tud, nem tud egy szöget egy vasfűrészsel, most mit mondjak erre? Hát erre már nem lehet mit mondani. Hát jó, akkor ne is kezdj ilyenekhez hozzá. Tehát azért, az előbb mondtam neked, hogy egy villanykapcsolat sem tudsz megjavítani, vagy mi, akkor felejtsd el, akkor ne is kezdj hozzá, mert ilyen tudás nélkül ezeket nem lehet megoldani. A hangolni kell ezeket az áramköröket például. Van minden, amiben tekercs van, oszillátor van, tekercs van, az hangolni lehet, ugye, vagy kell is. Ha van egy optimum, a hol szerető nagyon járni, milyen frekvencián. Ez általában a dróthosszaktól függ. Hát miért kell? Az olyan, mint egy antenna, idő van benne, hát rá kéne már erre jönni. Hogy a tekercs hossza és a frekvencia az összefügg. A tekercsen, amíg végig fut egy jel, az nem fénysebességgel megy, hanem gyorsan megy, de valamennyi idő kell neki, még átmegy az egyik végéből a másik végébe. És ez pattog ide-oda, ez a jel, ez egy oszcillátor. És ugye, ahogy a Murphy törvény mondja, az elektronikában minden ezek kivéve az oszcillátort. Vagy minden gerjed, mert minden begerjed, kivéve az oszcillátort. Csinálsz egy erősítőt, a dudál, a, a gerjed, minden baja van, de az oszcillátorod az nem akar szólni. Volt az Orionnak egy ilyen tévéje, a, jó volt a tévé egyébként, de időnként a soroszilátor azt mondta, ő most nem. De hozzányúltál a mérőcsúccsal, abban a pillanatban indult, Nagyon aljas volt, mert nem lehetett lemérni, hogy mi a hiba. Nem kezdett el rezegni. De néha elkezdett. Ilyen, ilyen volt. Ezért használtam én invertereket. Ilyen 5, 20, 30, 40 forint egy ilyen IC, 5 voltról megy, de 12 voltról is megy, tehát tök jó. 74, 0, 0 a 7400 a, izé, a TTL, de ez megvan CMOS-ban is, a 4069 például ilyen HEX inverter, és akkor abból hármat körbeködsz és oszcillál, mindig rezeg, Gar garantáltan rezeg. Ja, és hát 15 voltig. Három volt, ó, 15 voltig mindenről megy. Az jó. Nem kényes ezekre a feszültségekre. A TTL az kényes. Annak az 8-10 volt, ott az, hogy a köszi, ennyi volt, ha el. és elkattan. Parancsolj. A YouTube-ról mindent meg lehet tanulni. Körülbelül 3 másodperces keresés volt, hogy találjak egy videót, hogyan kell hangolni a tesztetekercse. Ugye? és szerintem elég jól elmondja a srác, de most hangot nem fogok rátenni. De, de ott mutatja, hogy nagyon pontosan, ugye egy ilyen WC lefolyó meg csinálja. Tehát az ilyen olcsó, bemész a izébe valamelyik áruházba, ez olcsó meg lehet venni. Trafóhoz, szétszedsz ilyen, kidobált valamikből vannak ilyen nagyobb acska trafók, abból letekercsesz drótot, meg lehet vele csinálni, ingyen meg lehet csinálni. Tehát a WC cső is van kidobálva, ha figyelsz. Tehát ha szemetesbe turkászakor ott van, tudod, valahol ilyen, egy lefolyót csinálnak valahol, vesznek egy három méteres csövet, vagy két, két és fél méteres csövet, abból megmarad ennyi, neked az tök jó. És itt tovább. A vasmaga azért kell benne, hogy 50 hercen is járjon. A vasmag azért kell bele. Van Vannak porvasmagok beletéve. De ez igazából egy művonal. Egy művonal az azt jelenti, hogy az orosz tévékben volt egy művonal, a 07-es művonal, ami az Y-jelet Az egy léc volt, ilyen csapléc, kerek rudika, és arra rá volt téve ilyen, mint a sütő papír, ez is papír, amivel sütünk, ilyen alumíniumfólia, rá volt tekerve egy menettel, rá volt ragasztva, utána az meg volt tekercselve, meg volt tekercselve végig egy vékony drotta, ott is ki volt rögzítve mechanikusan a, tekercskét vége, de két dróttal ott oda lehet kötni, rövid zárat ne tegyél rá, és ott ki lehet, rá lehet rögzíteni ilyen izével is, van ez a, ez a tudod, ez a dugdosos kis rögzítőke, amilyen racsnis, mi a fenének hívják azt. Ilyen kötöző. Gyors kötöző gyors kötöző. hát ez, le, ez két, két ilyennel a két végét meg lehet csinálni, akkor a, a, fóliának a két végét is ki kell vezetni, és akkor bevezeted az egyik oldalon, kivezeted a másik oldalon. Egy ekkora kis ö, fekete kinézésű van, rá volt írva, hogy 07, mert 07 mikroszekundumig késteltette a jelet. Tehát belevezettél egy jelet, az kijött a másik oldalon, ne annyi késedelemmel. Volt egy 64-es művonal is a, a színes tévében, a szekám tévékben, a párban már ilyen nem volt, de a szekámban volt, az, a, az 64-es volt. 60, egy egész sort tárolt el. Egy üveg vizébe, egy üveg tárolt el. A végében volt egy kis piezó, ami elrezegte a képnek a jeleit, és akkor pattogott, mint a kecske a deszkán, aztán kijött a túloldalon, ilyen szimmetrikusan, pang, kijött a túloldalon, és ott 64 mikroszekundum múlva jött ki, amit én bevezettem az egyik oldalon, kijött a másik oldalon. Ugyancsak egy piezoval, és akkor egy kis erősítő volt rátéve, a szín tárolták el benne, egy sort mert E-Y, B-Y volt a jel, és akkor volt a g a zöldet, azt úgy ezérték ki belőle, úgy umboldálták ki belőle. És ez az a lényeg, hogy ezek ilyen művonalak voltak, amiben jelet lehetett tárolni. Ez is egy művonal, mert a tesztatrafó is egy művonal tulajdonképpen, ha nem teszek bele vasat, akkor magasabb frekvencián megy, jó van, nagyobb székrákat is csinál, meg magasabb freki megy, DE! Ha beleteszek vasat, akkor porvasat azt hozzáteszem, szóval nem, nem, nem ilyen vasrudat kell belerakni, de az benne az érdekes, hogy a belsejében vastag részdrótot szoktak tenni, a gyűrűknek a belsejében, ezek feri gyűrűk, a legolcsóbb is jó bele, tehát lehet kapni ilyen kis feri gyűrűket ekkorácskákkal, az is jó bele. A lényeg, hogy a közepébe három drótot kell majd átvinned, a belsejébe, ahogy átviszed azt a három drótot, azoknak a jelen nagyon meg fog késni, ahhoz képest, ami kívül fut. És a készteltetési különbséggel működik. Azért tettem közzé nektek egy, az új könyvembe közzé tettem egy Harmadik kapcsolásra, két, két ilyen kapanacszerű van benne, meg van benne még egy harmadik, ami semmire nem jó, de az a jó, mert hogy van benne, itt ott van valahol, vagy itt is van talán valahol. Már bemutattuk előző valamelyik filmünkben, közeli múltban, nem, nem nagyon régen, mert az egyik kedves hallgatónk megépítette. Ugye? És működött. És működött működött neki, ég a led. Na, mert az semmi más nem csinál, csak van egy oszcillátor, egy PNP meg egy NPN tranzisztorban van egy oszcillátor, és azt, azt rávezeted egy ilyen csőre, egy részcsőre, vagy alumínium csőre, de részcsőre vezettük rá. A két végén csináltam két ilyen fület, hogy le lehessen venni, föl lehessen tenni rá különféle gyűrűket, ilyen feri gyűrüket, próbálgatni, hogy tudjam próbálgatni. És működik. S rátettük és működik, megtalálod LCR vagy valamilyen generátor vagy CLR vagy nem tudom, tehát a ellenállás induktivitás kapacitás LCR vagy LRC, nem tudom milyen, melyik sorrendben van, de megtalálja a Youtube meglet, meg fönn van ez a, én megtaláltam. És nem én csináltam azt a filmet, azt én ott láttam, aztán megépítettem, ott a kapcsolási rajz is, a könyvemben is ott van, meg ott is ott van a kapcsolási rajz, ezt megépítettem, működött. Ez Nem, ez a kapanatszáll. Nem mit keresünk? lcr arra keressél LCR. Csak itt már túl sok az ablak. Ez a téridő? A kacsaláb, a kacsalából forgó, válvól a kacsaláb, ugye? Ott a kacsalám. Hát nagyon érdekes. Tehát azért kacsalában forgol, meg kacsázik. A téridő kacsázik, nincs meg egy forrás benne. Ezért kacsázik. És a kalamónavár is kacsázik, az meg a más világnak a forrása, a téridője. Ott van a népmesébe gyerekek, Fekete Ország. Beírod a kereső, hogy Fekete Ország megtalálod. Mesét keressél olvasd alaposan és gondolkodva végig. Le van benne írva a tértechnológia mesében. Kétföldeléses? nem, az a kétföldeléses is jó. Az ott van, ott van most balra alul. Ez az. látod, egy PMP meg egy MPN tranzisztor, jól emlékeztem. Van te egy elem alul, egy jelenállás, két tranzisztor, egy kondenzátor, meg ez a cső, az egy részcső nincs fölhasítva, mert azt próbálták nekem a szkeptikusok mondani, hogy de az föl van hasítva, és akkor, akkor az egy tekercs, és akkor nem, nincs fölhasítva, ez egy rendes részcső, és van rajta 6 darab feri gyűrű. itt az ábrán is látszik, 6 darab feridgyűrű, amit ráhúzol erre a réscsőre, és utána beindítod az áramkört, a részcső két végén meggyullad a led, de az legalább három volt, de az a részcső az egy rövid zár. <laughs> hát jó, váltalramulag nem, de nagyon lényeges, mert ugyanaz a késteltetés megvan a, abban a kapanatsz generátorban is. Azért kellenek bele a feri gyűrűk, pont. És azért kell átvezetni a feri gyűrűkön keresztül, és nem ott van összeföldelve, ahol logikus lenne, hanem a túloldalán, nem véletlenül, ott van három drót összekötve, fölül, nem alul de oda be kell, hogy vezessed, és ha oda bevezed, átvezeted ezen a terigyűrű soron, az jó, jó sok, jó sokba kerül, mert 400 forintokért árulnak ilyen feriteket, darabját, de kell, vagy 25 darab, szóval drága, de annyira nem drága, mert a működik, meg tudod csinálni, és jön belőle csak egy kilovat fűteni, mindegy, hogy milyen frekvencia, hanem 50 Hz ki a fenét érdekel. Megy róla a radiátor, vagy nem? Megy, szia! Kész! fűteni lehet vele, parancsolj. A gyűrük, azt kell szigetelni, vagy... Nem. Eleve a feri szigetelők szoktak lenni. Tehát kerámia, egyfajta ilyen porvas kerámia, por, por, ilyen kaolin, meg mit mi van összekeverve, ilyen vas, nagyon finom vaspor, és ebből csinálják a, ezeket a feri préselve, aztán kiégetve kerámia. És ez bizonyos frekvenciákon működnek, hát attól függ, hogy milyen vas van benne, mennyi vas van benne, ez sok mindentől függ. Az A je megváltozik ettől, tehát hogy hol tud működni jól, de itt nincs akkor jelentősége, mert épp azért teszem, bele ezeket ebbe a kapanacébe, hogy lelassítsam 50 hz a cuccot, hogy ne össze-vissza villogjon, hanem 50 hz villogjon, aztán kész. Van az a kétföldeléses, amit az előbb mondtál, az, az, a legegyszerűbb ilyen áramkör. Az előbb mondtad, ja, en még, en, 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 hagyjuk ezt, annyiba, hogy hogyha ráteszem a ledeket égre a, a cső két végén, ha átdugok az a csövön egy fúrót, azon is ég. Átdugom a szemvegszáramat, azon is ég. Átdugok egy alumínium drót, azon is A három voltos led. Na de, ha letolom a feri gyűrűket erről a részcsőről oldalra, drótra, ami oda vezet, letolom, akkor nem ég rajta. Tehát a feri gyűrűk okozzák az időbeli késletetést, ezért tettem közzé ezt a rajzot is, ez teljesen külön van az interneten, nem, nem is ismerik talán egymást, nem erről szól a történet, hanem az, hogy a, a kapalatszer rájött arra, hogy időben késleltetni kell a jelet, és akkor őrült nagy jelet lehet kivenni a semmiből. Két földeléssel működik a kapanatszem is, meg, meg van, amelyik egy földeléssel is elmegy, az a Tiger 2007, beírod akkor találsz ott olyan, olyan ábrákat, már össze-vissza csalták, lopták azuták már ott is. Elkezdenek kamukat fölrakni. Tehát ami nem működő izéket is, mondják, hogy hát ez szar, izé. nem ért hozzá, összerakja, nem ért hozzá, vagy nagyon dogmatikus, és valamit nagyon dogmatikusan akar megvalósítani, akkor lehet, hogy nem fog működni, mert nem hangolja ki, tudom én, mert a frekvenciára kihangolom, akkor nagyon másképp viselkedik, mert a rezonanciában van, akkor nagyon másképp viselkedik. Ha soros a rezgőkör, vagy párhuzamos, nem mindegy, mert a soros körnél, akár ötven szeresére is föl tud benni a jel nagysága, amikor a rezonanciában van. Tehát régen ezért, sőt a régen most is minden rádió bemenete talán egy olyan áramkör van, akinek nem így van, az összes rádió bemenetnél az van, hogy van egy soros rezgőkör, és arra egy lecsapolás, lecsapolást, lágazást csináltak, vagy, vagy egy kis, kis, kisebb tekercsecskét, ami nem, ami, nem, ami már nem úgy működik, hanem az már párhuzamos rezgőkör. Tehát ilyen, ilyen őrületek vannak az elektronikában, a rádiótechnikában is, és ez fontos. Hogyha ezt nem csinálod, akkor nem jó. Láttam ilyeneket, sokkal kísérleteztek ezzel. És volt, amelyik nem ment, nem ment, nem ment, aztán egyszer csak eltalálta a szarva közt a tőnyét, tehát sikerült neki egy olyan kondenzátor, szarra ment a kondenzátor, szarra ment a kondenzátor, ah, egy nagy bengát, ez már nem megy szarra. De az nem az a Frekvenciát adta, hanem mást. Beindult ki a dolog, és ő csodálkozott a legjobban. Ja, mert ez mind kísérletezés. A, a merszi, hogy hitták? A, a, nem merszi, hanem a, 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 a... Nem jut a neve. Egy amerikai volt, aki... Majd eszembe fog jutni a mert beszéltem is vele már parasikon, de meg, megvan a hangfelvételben, hát nem lehet hazudni. Megvan. Tessék, van A felügyűrű közé bármit teszünk szemüvegszár, műanyag, vagy egyéb... Nem közé, átdugom rajta. Átdugjuk rajta. Akkor annak a két végére teszek ledet, az ég. Ég. Tehát magyarul, ha mondjuk vizet vezetek át rajta, igen. Jó. Mondjuk nagy nyomású vizet, mint egy gátnál. Például, így lehet, meg kell próbálni. Ezeket meg kell próbálni, érdemes megpróbálni. Igen, 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 érdemes megpróbálni. Ez a tesztlatrafó az, az egy nudli, hát az semmi gyerekek. Hát az, az mi az? Egy megteketsett vécécécsi, az olyan borzalmas, elérhetetlen, felfoghatatlan. Hát mi? Hát bocsánat, hát ott, ott van a rajzon. Ezen a kapalacrajzon, amit az előbb a Péter, van egy két, feke, sü, 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 két fekete csík. Az a kettéfűrészet gyűrű. Az, az a vasmag. De ha elfűrészelek egy gyűrűt, akkor két, két ízé lesz belőle. Két ilyen, peng, vagy ilyen téglalap. De ha sorban hogy hosszú, sokat, akkor sok téglalap. Együtt egy ilyen csík. Ott az a két nagyon fekete és nézd meg, hogy a földelés át van vezetve rajta, és fölül van összekötve az áramkörrel, nem alul. Lényeges eleme, és van rajta a jobbra egy 60-es -e tekercs, én nekem ez ilyen részcsőből csináltam, 10-es részcsőből. 11 centis a cső, megtekercselve 11 centis, és 11 x 11. Tehát akkor a centire a mérete fizikailag, és 6 menet. És a 6 meneten a részcsőben egy-egy menet között 42-43 volt mértem. Ez nagyon erős nagy feszültség. És a négy, vagy 6 hat, hat meneten mértem 240 volt És megy róla a radiátor, csak mondanám, hogy... megy róla, mert 240 volt, rárakom rá, rá, rá a izét, a villanyfűtést, mindegy, annak milyen a frekvencia megy róla, az kész. Tehát ha nem 50 Hz, hanem 60, ki a fenét érdekel. A radiátor megy róla, fűteni lehet vele, aztán jó van. Világítani is lehet vele. Hát mondjuk azért nem árt, ha van egy voltmérő, kis univerzális műszered, most már nagyon olcsó lehet venni, van egy kis, és leméret, hogy mit kapcsolsz rá, mert azért mondjuk a számítógépedet ne kapcsolod rá, mert lehet, hogy 600 volt jön belőle, és ahogy rákapcsolod, azt mondja a tápegységet, hogy jaj, bum, és kész. Tehát persze, de hát meg kell mérni, hogy mi jön belőle. De azt meg lehet mérni, és akkor nem kell, nem kell kockáztatni feleslegesen. A el tud mászni. El tud mászni, de hát még a konnektorodban is. El tud mászni. Hát, hogyha valaki bekapcsol egy ilyen motort valahol, ami ilyen 5 kW motort, ugyanez a hálózaton, akkor hihet csinál indulásból, lerántja a hálózatod, így, így sötétedik, világosodik egyet amikor indítod, mert a motorok indításnál sokkal több áramot vesznek föl, mint amikor már fölpörgött. Igen, a villamosoknak, a tehát egyenáró motorokkal mennek a villamosok, 660 volt, és akkor van ez a kurbli, a régi villamosokban talán még láttatok ilyen gyerekkorokban, hogy volt egy ilyen nagy kurbli, és a nagy kurbli, tehát, hogy tekeri a villamos vezető, ellenállásokat kapcsolva a villamos tetején vele sorba kapcsolja a motorral az ellenásokat, amikor indítja a motort, amikor már elkezd forogni a motor, mindig adja rá, adja rá jobban és jobban az áramot, mert ha egyszerre rátenné, ilyen, akkor kiverni a biztosítékokat, mert akkor a áramot veszül, vagy leolvasztja a, táv, vagy a felső vezetéket, mert szikrázik akkor mint egy ház. És akkor ez, ez avval szépen adja rá, és ahogy adja rá, ott meleget csinál, ez egy rossz hatásfokú, ugye, mert fönt, fönt elpocsékolja az áramot, ott föl a villamos tetején, vannak ilyen dobozkákba, ellenállások vannak benne, a ellenállás azt jelenti, hogy ilyen olyan drótból van megtekecselve, mondjuk, mint ami a vizékben, a hősugárzókban van, meg mit tudom én, ilyen kantál, meg wolf vizék húzalok vannak, cekász, ezek ilyen művésznevek, ilyen különféle ötvezetek, amit ellenállás drót, az azt jelenti, hogy azon nem akar nagyon átfogyni az áram, de ezért fölmelegszik. Hát az összes ilyen régi, rezsó, vasaló, minden ezzel ment. A mostani vasalód is ezzel megy, csak már nagyon ki van találva. Már műanyag nyele van, régen el sem tudtak ilyet képzelni. A műanyag nyelvet, az elolvad. Még ilyen bakelit nyeleket csinálta, az egy hőre keményedő műanyag. De az is megégett egy időm, ugye az, 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 tartósabb volt. De ezeket a hőre olvadókat nem lehetett még akkor rátenni. Ilyen. Hát most meg már ilyen mindenféle ilyen műanyagokat kitaláltak, ami hőálló annyira, hogy a vasaló az jó, aztán kész. És ez nagyon jó, nagyon szép és könnyű vasalókat csinálnak már így régen, szóval vasak, nagy vasak voltak benne. Hát az rendesen nem volt rajta kapcsoló, még kibekapcsoló, meg ilyen, csak csak bedugtad, vagy kiúztad. Ez a két lehetőség volt a régi vasaloknál, aztán egyre tökéletesebb vasalok lettek, a hölgyek rinyáltak, és addig rinyáltak a feltaláló férjüknek, még csinált egy olyat, ami már szabályozza magát, kikapcsolja magát, így működik. Parancsol. Szerencsére már a villamosok is fejlődtek és ezeket az ellenállásokat elhagyták. Úgy van. Ezért mondtam, hogy a régi villamosoknak. A szerkezetek a kötött pályás járműveknél most konkrétan a metro, az, metro gondolok, a kerék átmérő fel van programozva a számítógépbe, hogy tudja vezérelni a hajtómotor különböző fordulócsávokon az egyes zsámolyoknál, hogy ugyanúgy húzon az összes motor. Tehát esztergálás után programozzák fel a kerék átmérőt. De kopik? Igen. De azért, a nem megy, akkor kopik. De nem, nem egy az átmérő, ezért az egyik jobban húzna, a másik meg kevésbé húzza. Úgy van, de a programból megvan. Így van. Tehát de, okosság. Mindig fejlesztenek, és ez jó, hogy így van. Tehát tovább gondoljuk a dolgokat. Amire régen azt mondtad, tudod, a telefon milyen volt? Két ekkora bazin, a csengő volt benne, ugye? Nagy fadoboz, egy akkora fogantyúja volt, mint egy ekkora nagy telefon volt. Láttatok már filmen ilyet biztos. Ilyen régi filmekben, hogy ilyen bazin nagy telefont vesznek. Aztán később lettek ezek a fekete, meg piros, később még pirosabb, pirosabb meg zöldebb bakelit telefonok voltak. De, de az elején voltak ilyen, ekkora nagy mikrofon volt benne, szénporos mikrofon volt még benne, meg ilyen fülhallgató, ilyen, a az nagyon hasonló a fülhallgató volt benne, egy membránnal, mindennel, hát most már másképp működnek ezek. És akkor sokkal jobb mikrofonok vannak, sokkal jobb fülhallgatók vannak, és fejlődik. A fiatalok mindig addig lázadnak, még valami jobbat nem csinálnak. És ez jó, hogy így van. mert különben ott lennék még mindig, a 5 kilós telefon cipelnéd. Persze. A mobiltelefonok milyenek, tudok nektek, vizémből lehetettem, plekniből elraktam ilyet. Ekkora nagy, ilyen nagy táska, nehéz, mint a dög, ez volt a mobiltelefon. És mekkora dráma volt, hogy valaki haza tudott szólni. Én emlékszem rá, amikor, hát ez jó régen volt, vagy 38 évvel ezelőtt, amikor megismertem a feleségemet, akkor valaki beadott itt nekem egy javításra egy ilyen rádiós telefont, amiben rádió adá, adóvevő volt, és föl lehetett dugni rendesen a telefonhálózatra. És lehetett rendesen telefonálni, de a kagylót lehetett vinni ide oda oda Olyannyira, hogy levittem, ott volt még akkor, még létezett az az étterem, már megszűnt, már egy ház épült a helyre, és ott, ott volt a lakodalmunk addig voltam, ameddig kellett, aztán már nem kellett nekünk, úgyhogy már meg volt a lakodalmunk, ott volt, ott volt a lakodalmunk. És az a lényeg, hogy oda levittem, nem a lakodalomban, hanem még előtte, megjavítottam, és néztem, hogy milyen messzire megy. Milyen 0,8-at fölhívtam többször, ahogy pontos idő fölhívtam. Még 0,8 volt a pontos idő. Felhívtam a 0,8-at, jó, mondja, készletettem. Na, mindig messzebbre, messzebbre, egész messzire elment, még a Hörpintő nevezetű óbudai kiskocsmába is ment, az itt volt a mellettünk lévő utcában, a Kenyeres utcában. Nagyon jó kis, ja, nagyon jó kis étterem volt. Te még ismerted a Hörpintőt? Nagyon jó, főztek, fú, oda jártam ananászos palacsintát tenni, meg ilyeneket, nagyon szerettem. Ilyen palacsintát, ilyen túrókrémes, túró, túros palacsinta volt, vanília öntettem, meg ananász, akkor árultak a boltba ilyen izé, a Vietnámból mit honnan hozott ilyen, ilyen, ananász kockára vágott ananász, és akkor azt, azt valamennyit a tetejére, hát az nagyon, nagyon kaja volt. Nagyon segéde, mert együtt még tévét szeretünk, az nagyon jó volt. Na és ott még működött, és akkor letettem az asztalra a telefont, azt mondja a pincér nekem, hogy mi ez. Nem telefon. Há, ne, ne, az telefon. Ez működik? Mondom, persze. Működik. Ne vicceljen. Mondom, nem vicc. Akkor még ez ilyen viccnek tűnt. És akkor mondom, hát üsse be rajta, fölveszi, akkor fölveszi, és akkor ad egy vonalat, még az hallgatták, a vonalat, még az divatba volt, azzal buktak le a kémek, az orosz kémek, hogy várták a vonalat. Komolyan Amerikában is várták a vonalat, és ezzel megbuktak. Na, a lényeg, hogy fölveszi a pincér, megnézegeti, nézegeti, rendes nyomogombos billentyűzet volt rajta, mondom, mi be 08. Beütöttem, a 08, pontos idő, mondom, pontos idő. A francba. Tehát ez még akkor, ezelőtt 40 évvel nagy dolog volt, még különleges dolog volt. Beadták, mert elromlott, nem értett hozzá senki, annyira különleges volt, hogy senki nem értett hozzá. Volt akkor. Ja, ez egy nagy, ez az aktatáska méretű, igen, a igen. Igazvarás. Hálózat. Van, egy ehhez hasonló. Tudom, találkoztam vele odafelé. Ott van fönt egy ilyen, igen. Működőképes, egyébként itt működő, csak hálózat. már nincs hozzá hálózat, igen, de működőképes most is. Hát ilyen van. Ezek még adalú rendszerek voltak, úgy tudom. Igen. Arancsony. Hát, annak erős jelen lehetett, hogyha itt volt a készülék, és ott pedig a... Hát a, a vevő az... nem. Nem volt olyan erős. Adóvevő, nem volt olyan nagyon erős. Igen, nem. Adóvevő volt? Hát nem sima, mert duplex volt azért, nem annyira sima, mert ugye adásvétel egyszerre volt, duplex, két, két frekvencián ment, az egyiken az adás, másikon a vétel. Mert nem az volt, hogy nyomni kellett, hogy adásvétel, mint ez a többi ilyen adóvevőkön, hogy meg kellett nyomni az adásnál a gombot, aztán elengedni, akkor vételen volt megint megnyomni a beszédét, Te itt nem kellett, ez, ez rendes telefonszerűen lehetett rajta beszélni. Nagyon jó, nagyon jó volt. Most is olyan, olyan telefonjaink vannak, csak már ilyen kicsi, meg már sokkal elegánsabb, meg már digitális, hát másmilyen. Nem, olyan, olyan, van itt, vagy három párban, négy pár, négy, csomó van. Na, szóval ez, ez a nagy benga izé volt, ez volt a nagyon-nagyon menő, az szóval ilyen milliómosok közöntek vele, a mercedes volt ilyen, tudod, és akkor és akkor onnan telefonált is valahova, és mindenki álljott el, hogy innen telefonál. Ó, á. hát ez ilyen volt. Változott a világ azóta. Tessék? Az oroszok a telefonnal. Kémek, Vártak a vonalra. De Amerikában nem volt divat várni a vonalra. Érted, az olyan gyorsan nem is, nem is sem, nem várt senki hanem csak fölvette, és már tárcsázott is. Nem hallgatta, hogy na végre kapok egy adást, tehát kapok vonalat. Tehát lehetőséget arra, hogy telefonáljak. Még várni kellett rá. Igen, hát, változott a világ azóta, hála jó Istennek, ez nagyon jó, hogy így van. Fejlődtünk, kicsit már beleájultak, a, ugye a magyarok is beleájultak, magyarok különösen beleájultak, mert nálunk nem lehetett telefont kapni csak úgy. Hú, húsz évet is vártak egy telefonra. Húsz évet. Autóra is nyolc 10 évet legalább kellett várni. Befizetted a bazi előleget a Merkurnál, aztán várhattál, mire valamilyen kocsit kaptál a végén. De a pénzedet használták persze. Jó üzlet volt. Nekik, nekünk nem. De meg kellett fizetni a sok pénzt rá, a kocsira, aztán nem kaptál semmit. Kettőt a szemed alá. Na, tehát van-e kérdésetek? Bármi. Mondjad. A melyik? Stupa, egy érzékelős lámpa van benne. Annyi. Igen. Igen. Ha valaki ott az ajtóba bejön, akkor fölkapcsol. mert mozgást látja. Mivel ott ülsz a szélén, ott lát már téged. És azért, ha fölteszed a kezed, akkor bekapcsol. Nem kapcsolod be? Állj föl, akkor majd meg észrevesz. Úgy hadonász szedjen. Ajtóból. Aha, bekapcsolt, látod? Igen, már Igen, már itt elállítódott az a kis mozgásérzékelője, már mindenki ottan igazította, húzta, vonta, hát, de azért még bekapcsol. Tehát ez, ez nagyon aranyos a kis tup, aki van világítva. Igen, igen. Ott, ott ez a stupa, nagyon jól működik különben a stupa, de az a rezonanciája, miért működik. mint egy antenna, hát ez is egy antenna, csak ez a Teremtőre antenna. És formai rezonancia is van. Hát az összes valamire való jól megépített templomtól ugyanezzel működik. Rezonanciával. Nézd meg, hogy a Teremtő milyen érdekesen van megcsinálva. A, a csúcsa fölött van még egy kristály, vagy valami. Nézd meg, hogy van a templom -torony, rajta van még egy gomb, egy templom gomb, egy aranyozott, mit tudom, micsoda, egy gömböc, meg egy kereszt mondjuk. És abba a gombozba tesznek egy inicializáló kristályt, amitől nagyon berezonál az egész templom torony. Számít a pozíciója annak a kristálynak, hogy csak úgy Számít, nem, nem, nem. Na, pontos helyen kell lenni, akkor jó. Rezonanciába kell hozni, ugyanúgy. És ha elforgatják a kristályt abban a pontban? Akkor fordul vele az egész, amit ő termel. De ha nem jó pontba teszik, akkor nem működik rendesen. Nem csak az, hogy hova teszi a kristályt, hanem hogy milyen pozícióba is teszik. Még az is számít, igen. Mert hogyha, ha rá akarom rezonáltatni a templomra, akkor jó kell beforgatni. Általában a jakutiai gyémánt szokott abban belül lenni a belsejében. Egy oktaider alakú kristály, gyémánt kristály. Nem csiszolt, hanem gyárilag úgy készül a természetbe, hogy oktaider alakja -e van. Jakutiában sok ilyen gyémánt van, onnan általában olcsón meg lehetett venni, viszonylag olcsón, és abban vannak a templomok megoldva. Ö, hát ne, annyi nem ingyen van azért, azt hozzáteszem, de, de nem, nem csiszol gyémánt, hanem csak nyers. Ilyen ricskes, rücskös a felszín, arról látod, tehát ilyen ö, kristály. kristály. A kristályoknak nem ilyen sík a felszíne feltétlenül, hanem sokszor ilyen, ilyen furcsa, ahogy kristályosodik. Egy csiszolatlan tesznek? Csiszolatlan, igen. Parancsolj. Ilyen jakutiai gyémánt volt a Szent Koronán is. Igen. Előtt... igen. Igen, igen, igen. A tetején volt egy jakutiai gyémánt. Nem egy kereszt volt rajta, hanem egy lilium a Szent Koronánkon egy arany lilium volt, és annak a bibéje kiállt, és az egy jakutiai gyémánt volt. Kettő ilyen volt rajta, mert a másik is egy lilium volt, azt is leszették róla, még, még Szent István idejében megvolt, aztán már eltűnt, el, el sinkofálták egy időmben. A koronában nem járkált a király, nem ment a csatába ezzel a koronával, meg a szóval felejtsd ezt el, mert a filmben megcsinálták, de hát nem nem volt az a fején, az csak az avatásnál volt, amikor a királyt elfogadta az Isten. És amikor elfogadta az Isten, azt mindenki látta, hogy igen, elfogadta. Mert elkezdett világítani a király feje, fejecskéje. Ha nem volt alkalmas királyocska, akkor süsüke Volt ilyen osztrák, ki a koronát játékból, aztán utána szaladgált, mint a bolond. Persze. Megszólal a fejbe az Isten? Fiam, ez nem a te fejedre való, vagy valami megszólal a fej... Na most ettől kezdve biztos lesz benne, hogy bekattam. Előbb-utóbb bekattam. Nincs rá felkészítve és felkészülve. Agyilag nem alkalmas rá, nem elég okos, hogy király legyen. Nem elég, hogy erős, én vagyok az erős. Agy, agyra is gyúrni kell. Szóval nem elég a fizikailag gyúrni, hogy majd a csatába tudok jó harcolni, nem, nem. Itt is legyen valami. Mik különbség van? van az indiai nő meg a rendőr között? Hát az indiai nőnek van itt egy pont. A rendőrnek meg pont itt így semmi. Nagyon örültek a rendőrök a viccnek. Van, van néhány, még a lányom is volt rendőr egy ideig. Igen. Hogy hozzá a koronához, és levették a liliumokat, Igen. Történt, talán velük, megvan ez. Lehet... Talán egy német hercegnek vagy kinek adták oda, úgyhogy lehet, hogy még megvan valamilyen raktárban, vagy arany De nem lett semmi bajuk, e, a koronához... Hát e, lehet, hogy lett. Múlni. Lehet, hogy lett nekik bajuk. Azóta tisztító tűzben vannak. Azóta tisztító tűzben vannak, így van. Lehet, hogy lett bajuk. Igen. Hát, igen, ez a korona, ez a, az Atyával egy, egy telefon. Ez a Szent Koronánk, ez az Atyával egy telefon. Még valamennyire működik, én nézegettem ott, megnéztem közelről is, még valamennyire működik. Tehát még adott is visszajelzést, de ilyen elég gyengén adott visszajelzést. Szét van hangolva máshová. Áthangolták a, az öt Atyáról, áthangolták a fényre. 9 kilencre hangolták, igen. Tehát négy-négy csüngő van rajta, itt két oldalt, és hátul van még egy. Tehát nyolc, meg egy hátul a kilenc. Eredetileg egy volt hátul, és kettő-kettő volt oldalt. Látszik rajta, nem én magyarázom bele, mert a kis egy túlokos nem. Hát, mint főnemes, hidd el, hogy jó, 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 forrásból tudom, de, de te vedd észre, hogy a, hogy a az, az eredeti, ami eredetileg volt rajta, az magára, a koronára már ráépítve ott vannak ilyen kis karikák, arra van ráfűzve. A többi csak a drótra van rá gányolva. Tehát még négyet ráraktak. Bizonyára valami dilis hiszterikus Habsburg volt, aki ezt csinálta, ilyen. Na de akkor fölröppen a, a lógóka ami ráér az aranynyal átsőtt kabátra. Az arany nem azért kell, mert gazdag, hanem azért, mert jó vezeti az áramot. Azért aranynyal átsőtt, mert itt mindenki rögtön lecsap rá, arany, értem, érted a francokat, érted. Vedd észre, hogy a palástunknak levágták az elejét, levágták az alját. Vedd észre már végre, levágták az elejét. Most ilyen 180 fokra van a palást levágva, de elő sokkal így állt. Tehát De. itt levágtak egy nagy darabot, meg ott is levágtak egy nagy darabot. És körbe levágták az aját. Mert abban egy arany rúd volt vég körbe egy karika. És az az arany karika kifeszítette a palástot. És ahogy kifeszítette a palástot, na mit gondolsz, milyen szögűnek kellett neki lenni? Ó, 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 azért mutogatok arra. Ott a szög. Olyan szögűnek kellett lenni kifeszítve. És a fókuszpontjában mi volt? Ez egy kúpalak lett. Egy aranyjal átszőtt szövet, ami kúpalakú volt. A kúpalakú volt a lényeges. Kúp szöge. Nagyon fontos a kúp szöge. Nem akár mekkora meg kúp meg. Nem. Annak pontosan kell rajta lenni, és a fókuszpontjában volt a az avatott lelke. Tehát a, a király, amikor királyá szentelték, akkor a lelke abban a rezgési pontban volt. És ezért működött az atyával való kapcsolat. Leszedték róla a dolgokat, össze-vissza gányolták, vagdosták, szegecselték, drótozták. Schusternek odaadták. Schusternek. Nem szakembernek, nem égszerésznek, hanem Schusternek adták oda kifúrta így a képet az árja, Schuster árjával, rádrótozta, úgyis jó. Aztán, amikor avatták a királyt, akkor előrehajolt, azt így lifegett a képen. Gyerekek, gyerekek. A hülyeség az már csak ilyen. Nem másmilyen, hanem pont ilyen. Tessék panancsok. Na, mondja. Van annak jelentősége, hogy a címerünkön hiányzik a csüngő. Tehát a csüngők hiányoznak a Szent Koronáról. Igazából a csöngők azok csak elektromos kapcsolatot csináltak a polástól. Az ábrázolása pontatlan. És egy ábrázolása pontatlan. De azért az elgondolkoztató, hogy a köztársasági címer, Magyarország köztársaság, most nincs, most nincs a nevébe venni, hogy magyar köztársaság, csak Magyarország lett az új név, mert így királyt is lehet szentelni akár. Csak erre már nem gondoltak a rettentően okosok. A másik, ugye, hogy a király, a király igazából az Isten által el van fogadva, akkor fogadták el a lépek. Tehát amikor a, a, ott voltak, akik ott voltak az aladástán, látták, hogy az Isten elfogadta a királyt, ettől kezdve viszont mindenkinek szót kellett fogadni a királynak. A király szava szent. Nincs vita, meg hőzöngés, meg ne. Szent. Most ettől kezdve egyfajta törvény. De törvényt a király is csak a korona alatt hozhatott. Föltették a koronát rá, egy száraz sapkába, mert a, különben birkózógépfontos. A Szent Korona nevében. Gyerekek, tudod, mi van kiírva most a bíróságra? Marka utcában sétáltok, nézzétek már meg. Magyar király bíróság. De most király, kír, ott van egy kír. Nem, nincs kír, vagy király, hanem kír. És így restaurálták, így csinálták, meg így tatarozták az épületet, hogy kiavították rajta a magyar király bíróság. Az jó, nem kell átírni. Nem érdekes ez? Nagyon érdekes. És én azt láttam, hogy királyság lesz megint az ország. De ez nem rosszat jelent ilyen szempontból, nagyon jót. Tehát ó, valami olyan királyt fognak választani, aki a kicsit, kicsit hogy mondjam, a, 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 a hazájáért él. Tehát ezeket a, ezeket a nagyon hazáruló, nagyon minden segget kinyaló figurákat, ezeket teszik a lecsóba. De külön repülő lesz valahova karakaszba, hová <laughs> ingajárat fog járni, és hordja ezeket a nagyon rettentően hazároló ha figurákat gordják. Mert különben hazárolásért elég kemény sit járna, vagy, vagy mondjuk elküldik baracskára kapálni, ami örülnék neki, igen. kevés. Jó, de hát, hát, mégsem akarják a messzes gödörbe. Nem, hát lehet máshol is. Na, mondjál. Na, fékezzünk, tessék, van csak. Palást, és a korona és a palást, ez a szög, ez az jutott eszembe, hogy a korona a fókuszpontjában, a koronánál van a lélek, viszont aranymetszés van a testünk, a színos csomó a szívünknél pedig a paláston körülbelül ott helyezkedik el, ahol a teremtési tartomány van, a stúpában. Bizony. Tehát, Jót mondasz? Bizony. A, Bizony. Érdemes megnézni, tehát amit én mondok, az olyan értelmetlen, vagy olyan izének, skifinek tűnik. Nézd rá most erre a koronaképre, mit látsz rajta? Azt látod, hogy azok a háromszögletű, meg félkör alakú pártaelemek, amik itt körül, 8 darab van rajta összesen, 4-4 darab van. Háromszög, félkör, háromszög, félkör, de úgy, hogy a há, háromszög az a közepe fele van, kettő, két félkör, megint, háromszög, megint két félkör. És ez a, igazából a tűzelem és a vízelem. Na de figyelj csak oda! Ha megnézed, akkor ezek grafit szürkék. szürke. De olyan színű. oda mész hozzá, grafit szürke. Lefényképezett grafit szürke. De ha hátulról éri fény, akkor színes. Úgy mondják, hogy translucid, tehát hogy átereszti a fényt, és akkor lesz színes. A, a vízelem az kék, a tűzelem meg piros. Mm, az van, hogy nem így van, hanem van egy világos kék, meg egy, egy zöldes kék, meg egy kék, de, de az egyikbe fordítva vannak a színek. Mert hogy az egyik negatív idő. Tehát gyerekek tértechnológia van rajta, tértechnológia van a koronán működő tértechnológia. Ehhez képest ma még az egyetemen a térről nem tudnak semmit, G gumilepedőket gurigáznak, meg gyerekek, primitív, gyenge, rossz magyarázatok vannak. Ez a, az eltén is ezt tanítják, meg mindenhol ezt tanítják. Rossz, hogy elgörbül a tér. Amikor nincs is tér, mert ha megkérdezett, hogy milyen a tér, akkor hát olyan konkrét dolog, hogy tér nincs. Idős nincs konkrét dolog. Most más nem mondjak neked, semmilyen konkrét dolog nincs ezen kívül. Pont arra mondják azt, hogy nincs, ami van. Tehát ugye az az IGE, az maga az idő. Minden gyerek tudja a megoldást, elmondtam már ezerszer. Három ideje van múlt, jelen, jövő, az IGE. És a cselekvés történész, és a létezést kifejező szó. Mindenki tudja ezt a szabályt. Tudja. Mindenki tart, az is a harmadik osztályban már minden gyerek fúja. Innen látszik, hogy gyerekek nem gondolkodnak, nem, nem és nem. Az nem az, meg az nem úgy van. Jó, hát mondjál a de hát ettől még úgy van. Tudodék magát a mozgást, nem tudja leírni, de nem úgy van. Nem tudja, miért kering egy elektron, de nem úgy van nem tudja, hogy miért megy a fény de nem úgy van. Minden nem úgy van. Ő tudja, hogy nem úgy van. Egy akkor hogy van? Azt nem tudom. A gyerekek, ez nem tudomány. Nem tudomány. Ha igazából tudományt akarsz, meg űrhajozni akarsz, nem ilyen szarrakétákra gondolok. Ez nem űrhajózás, ez kutyaszar. Olyan, hogy innen a, itt leszáll a, a, kertbe, és nem gyújt fel semmit, meg föl száll. Nem gyújt fel semmit ufóból nem jön ki semmi gyerekek. Ott leszáll a búzatáblára, összeizéli a, a, a búzát, ősz, így kicsit így megcsavarja, meg mind... Nem gyullad meg a száraz aratásra váró búza, nem gyullad meg. Nincsenek ott fuvókák, meg rakéták, meg gyerekek, nincsenek. Tehát innen látszik, hogy nem gondolkodik, és nem is akar gondolkodni, nem is hagy téged. Tehát abban a pillanatban ufokról beszélsz, egy hülye vagy. Te akkor rögtön hülye vagy. De közben ő meg nem tudja, hogy hogy, hogy, hogy működik, mert bánál, hogy nem tudja. Mert ha nincs, akkor nem működhet. De közben elgörbíti a teret, ami sose görbül el, meg ilyen féreg járatokat csinálja, csöveket. Nem tudja, hogy hogy működik, de majd ő megmondja, és elmagyarázza neked. Én azt ilyen díjat írnék ki szőkéknek, az arra jó lenne, hogy kapsz egy millió forintot, menj el Afrikába, és mondd, el az ott, ott a őslakosoknak, akik ott a rohangálnak ilyen busmanok, rohangálnak, és menj el a busmanokhoz, és mondd el nekik, hogy hogy működik a televízió. De én nem tudom, de ez mindegy, mondja, amit akarsz. Kapsz egy milliót, ha jól elmondod, fölveszünk videóra, és beszél a televízió működéséről egy fél órát. És utána megkapod a milliót, a gyerekek. Ha ezt meghallgatnák a szakemberek, Összehugyoznák magukat a röhögéstől. Érted? De a, a millióérő elmondja, ugye mondja neked, hogy bele kékülsz a röhögésbe. Ez, ez van. És ez így működik ma a világ. Az egész világ így működik. Tehát jó fizetésért elmondják neked azt, ami nincs, hogy elgörbül a tér. Azt nem görbül sehová. Csináltunk, ugye ott van az asztalon a görbült tér. Nézd meg. Ott van. Nézz át rajta. Mit lesz vele? Te is belenézz, ezt majd odaadjuk. Mit lesz rajta? Ha függőleges ez vonalakat... Gravitációs a test. Ez egy gravitációs lencse, igen. Ott van. Működik. Még nincs kész, de már, ez már most is működik. Hát, tehát, gyerekek, ott van. Ott van, nem kell hozzá naptömeg, vagy bolygói nyitömeg, nem kell hozzá, a Hadd hátra az újaknak hagyd nézzenek! Az óriási meg. nagy információ, még a koronán. Az te... az, a koronán lévő információ, azon minden rajta van, párzomos univerzumok, minden rajta van! De még ez semmi, nem tudom, hogy mikor kapták meg a hunok a koronát. 307-ben. Az, az rajta van, a koronán, ahol Jézus ül a trónon. Igen hogy van két mandala. Azt hiszem egyszer már ezt elmondtam neked, de csak direkt akartad, hogy ne beszéljek róla. Ha nem akarod, most se beszélni. Beszélj. Beszéltek? Persze. A mandalán, tudod, amíg ül a fotelben, van két mandala. Az egyiken ott van, hogy fiú születik le, és a másikon ott van, hogy egy lány fog leszületni. Szóval ott van rajta a reinkarnáció, hogy ő majd mi lesz, pedig Na, minden rajta van. Várjál, várjam várjál, mesterben, hogy munkát. Nem ezt akartam, azt akartam, hogy már ott megmutatták, hogy Jézus milyen nembe fog leszületni. Igen, A hát most lánynak így, már nem leszületett, van. már lánynak leszületett, lent él, lent él, közöttünk él magyar, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy most Magyarországon van, de magyar lent él. Mert hogyha te, te, vagy a bíró, a főbíró, akkor neked pontosan tudni kell a szegénységről, az éhezésről és mindenről. Nem úgy, ahogy neked elmondják. akkor ment a kádár és barnára festették a fatörzsét, zöldre a füvet olajfestékkel. Komolyan, nem hülyeskedek, megcsinálták. De annyira ki volt száradva a fű, nem kezelték, nem locsolták, és akkor gyorsan befestették zöldre, hogy néz ez ki látják, hogy nem dolgoztunk, csaltunk, loptunk, hazudtunk, a pénzt elköltöttük rá, de közben nem is volt pénz, csak már nincs, már nincs is pénz, és már el is tűnt, ez most ugyanígy, pontosan ugyanígy megy. Tehát itt is arról van szó, hogy el kell gondolkodni egy picit ezen, hogy, hogy itt van köztünk, és nem lehet neki hazudni, mert ő megéli most itt közöttünk a dolgokat. Mert de miért kell közöttünk, gyerekek? Csak ebben a galaxisban 800 millió lakott bolygó van. Ha már kétszer ide lejött, az nagyon nagy tisztesség. Érted? Az nagyon nagy tisztesség. Már Na 2000 év múlva megint lejött. És lejött. Itt van. Megünnepeltük, a, megbeszéltük az érkezését, és októberben amikor érkezett, akkor azt mondta, egy villámmal fogom élezni. Októberben nem nagyon villámlik, de akkor igen. <gül> <gül> akkor villámlott. Egyet. Igen. igen. De egész fantasztikus. Meg is ünnepeltük mindent. Mert én, nekem mondta, hogy ő jönni fog, és jött. Uh -huh. Tehát itt van a lényeg, hogy, hogy de nagyon... Már, ő már nem lenni, uh, hát ő nem Jézusnak hívják én most. Én tudom, ezt. Csak amikor még Izraelben volt, vagy ahol voltak, ő már nem keresztre feszítve lesz, ugye? Hosszú a történet, de azt most, most nem kezdjük el. Nem kezdjük el, mert annyi időnk már nincsen, hogy elkezdjük. Ö, ö, minden, minden ideák birtokosa. Tehát ennek nincs jelentősége. Te azt hiszed, hogy ez a test, vagy az a test, és ennek mekkora jelentősége van? Biztos, hogy őt rakták bele a, a torinói lepelbe, mert bele is fényképeződött a lepelbe egy negatív kép. Negatív kép. Negatív képet hamisítsál már, komám, fessél negatív képet, anélkül, hogy még nem láttál olyat. Mondjuk ez ezer, mit tudom, -e, mikor? 1300-ban biztos nem látott negatív képet, Fotó volt, nem látott, biztos. Nem volt még fotótechnika sehol. Tehát az, az, egész, ugye már a Petőfi idejében volt a dagerotípia ezüst lemezre. Rá tudtak a Petőfiről készült fénykép. Meg is van az a fénykép. Tényleg, hogy hogy nézett ki? Fénykép. Meg az akkori nemesekről, mindenkiről van kép, eredeti fénykép. Tehát nem elképzelte valami festő, hogy hogy nézhetett ki? Nem. Pontos a kép. Mert fénykép. És, és Hát Jézusról készült fénykép. Mutattuk a múltkori előadásba, mutattuk, hogy, hogy belefényképeződött ebbe a lepedőbe, amivel betették. Ez egy nagy, hosszú lepedő volt, olyan, hát ilyen 5 méter hosszú körülbelül, amit így ketté hajtottak, tehát alá tettek a felét, aztán rá, be, letették őt, és tán, amikor meghalt, és befették ezzel a... És beleégett a lepedőbe a képe. Beleégett olyan mértékben, hogy 3D kép van benne. Tehát nem sík kép van benne, nem fénykép van benne, nem. A meg ki is tettük, hogy 3D a kép. Tehát szobor a lepedőbe. Mm. És a számítógéppel így át lehet alakítani, hát is alakítottuk mi is, mások is. Igen, magasság jelnek veszed a világosság jelet, és szobor lesz belőle. Am minden itt neki. Egész fantasztikus, ez És olyan, mintha fölötte lenne még egy gömb a felbőtt külön. Tehát egy olyan. Igen, hát a, a. Igen, 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 hát az a csakrája az ott, ott zenget fent. Persze. Mindenkinek van ilyenje, csak az övé nagyon erős volt. Nagyon erős volt. Érdekes. A Mária néni. Ö, Né voltunk egyszer ilyen TV felvételen. És azt kérdezte a Palitó, mielőtt én találkoztam vele, azt kérdezte, hogy látszik a glóriája? Ezt kérdezte a tévéstől. Tehát ő ki tudta számolni? Én ki tudta számolni? Hozzáértő, beavatott volt. Jól el voltunk egymással, nagyon aranyos volt. Meg volt együtt műsorunk is. Az Obodai szigeten gyerekek, a Sziget Fesztiválon volt műsorunk, de ez persze egy hülyeség volt, mert hogy lehet már filozófia előadást tartani, hogy mellette a Dotti volt a rockzeneház, ez Ilyen többször, is, kétszer is megpróbáltak velem, hát mondom, ez gyerekek, ez felejtsd Hát ugye, hogy nem tud odafigyelni, szétcsapja az agyát, a, nem lehet, úgy nem lehet odafigyelni valamire. Ezért van, hogy 5 percnél tovább már nem tudnak figyelni az emberek, annyira szét vannak ziláva agyilag. Tehát a 45 perces órát nem tudja végig figyelni egy gyerek. Itt gyerekek, itt másfél órás órák vannak, ugye? Sőt, még néha három órások is, amikor a, a lelkészi van, akkor ugye egész nap vagyunk, és akkor három órás egybe is van. És érdekes, a hölgyek se rohangának pisilni, mindenki szépen el van, és oda tud figyelni. Ez is milyen érdekes. Nem vagytok itt, így van. Így van, így van. Ide jövünk vissza, de nem is vagytok itt. De ez az is nagyon jó. Sokan szoktak lenni, és akkor amennyien ide beférnek. Hát olyan 500-an nem férnek be. Hogy hívták azt a filmet, amit a Mel gibson amit Jézus Pasió. Pasi, igen. Úgy eltüntették a Mel gibson hogy nem is lehet látni már filmekben sem. Szóval még elő se őt annyira. Hát lehet, hogy ez volt az utolsó fellépés, aztán. Uh -huh. hm, hogy ne roncsa. Ugye, hogy ne roncsa az egész Ázsióját a filmnek sem, meg mindenben. Hát a gyerekek, az van, hogy az emberek jelentős, most egy igen jelentős része materialista, és ez jó, jó bizonyos szempontokból elektronika nagyon sokat fejlődött, mechanika is nagyon sokat fejlődött, de sokat fejlődtünk. Tehát ilyen anyagtudományban nagyon sokat fejlődtünk, a félvezető technikában nagyon sokat fejlődtünk, orvostudományban sokat fejlődtünk, mikroszkópiában sokat fejlődtünk. Tehát, igen, hát ez, ez, ilyen. Hát nekem azért van a sekercsében egy 550 ezer szeres nagyítású mikroszkóp. Igen, mert sokat fejlődtünk. Mert ez a hátam mögött lévő, ami itt van, az hát fénynél, ha már kékkel világítom meg, akkor is 1200-nál elkezd agonizálni. ráteszem, hogy gyorsító feltételt van, az most a fiamnál van, és azzal a feltéttel, kétszeresére lett a fénymikroszkópnak a, a, a vizsgálata, vagy a, a képességeit növelni, kétszeresére. 2400-2500 körüli bontást már simán tud, éles lesz a kép, jó lesz, nem üres nagyítás, úgy hívják a távcső technikába is, meg a mikroszkóp is, hogy lehet még nagyobb képet sem, de az üres nagyításra is, hogy új részlet már nem emel, ki ebből. Tehát a holdat, nagyobb krátert fogsz látni, de új részleteket nem fogsz rajta látni. Ilyen. Hát van itt ilyen távcső is, ilyen csillagászati távcső is. Ott is megvan a határ. De arra fölteszed ezt a feltételt, amiről beszélek, ott is működik. Forog benne egy, forog benne egy kis korong. Egy kis mattüveg korong forog benne. És arra van rávetítve az ob objektívnek a képe, és az okuláról azt nézed, a szemlencsével azt nézed. És képzeld el, hogy a távcsőben is sokkal jobb lesz, meg a, meg a mikroszkópban is sokkal jobb lesz. Egy magyar csinálta itt, mondták, hogy az ő találmánya nem tudom, hogy mennyire, de ismertem, mert találkoztam is vele itt a főutcában. Volt, volt egy barátom, ilyen számítástechnikai barátom, ott a főnök, azt az szólt az, hogy na itt hamisították meg neked a képet, és mutatta. Megpróbáltak engem behúzni a csőbe, ránézésre láttam, hogy nem feles, de ez kamu. De, megpróbáltak behúzni a csőbe, és akkor később látta ezt a filmet a haverom, és azt mondja, gyere csak, nézd csak ide, itt van. A... És mutatta, hogy ott csinálták, szélámoskodták a képeket. Megvannak a képek is, úgyhogy jó minőségben. Megvannak a képek, a hamis képek is megvannak. Na, mondja! Hát ami közegen keresztül jön, fény szólódik, megtörik, mindenféle zajos lesz, ez tulajdonképpen visszarendezi az eredeti állapotába, vagy... Nem tudom, mit csinál, de egy forgó mattüvegre van vetítve a kép, forog, nagyon lényeges, állóval nem működik, forogni kell neki, és akkor lesz a nagyítás sok kétszeresig emelkedik. Nagyon jó, nagyon jó lesz. Tessék parancsát. Mondja! -e? Milyen gyorsan kell forogni? -e? Nem, nem tudom. Nem, nem. Nem. Hát ilyen kis villanyotól forgatja. Hogy nem mértem a sebességét. Hát, hát mit tudom én, forog 300 -zal. nem tudom, hogy ez. Nem nagyon gyorsan forog. Az forog. A mit? Az a Rife az más, abban prizmák vannak, ott prizmák forognak. A Reif mikroszkóp az még ennél is sokkal jobb. Három darab prizma van benne az optikai fényútba. Három darab két nagy, meg két kicsi prizma van benne. Ez ilyen derékszögű prizmák. Olyanok, mint amik a, a távcsövekben vannak, a commerce távcsövekben is vannak ezekben. Ott van bent ilyen távcsövek, meg tudom mutatni amiben két prizma van mind a két oldalt, hogy ne legyen feje lefele benne a kép. Tehát azért van benne a két derékszögű prizma így egymásra rakva, elfordítva, átfordítja a képet neked, különben feje lefele lenne. Mert a szemlencséje is domború meg az első lencséje is domború Ha hóró a szemlencséje, akkor nem fordul át a kép, de nem, nem tudod a nagyítást rendesen növelni, és ezeknél a katonai távcsöveknél, meg egyébként ott fejle fel a kép. A csillagászati egy fejele fejje de arra is rá lehet tenni ezt a prizma feltételt, hogy ne álljon fejje az is működik. És a Rájf jött rá, hogy forgatja ezt a... Az, egy, két, sokkal több forgatást csinál, ugye? Mert négy darab prizma van benne, nem kettő, és a, azt forgatja. A, alul felül van a két kicsi, a középen van a két nagyobb, és úgy forgatja az egész Prisma rendszert forgatja, elég nagy sebességgel, és látja vele a vírusokat, élve is. Két csinálták a Reifot, persze, hú, fú, milyen harc folyt ellen, egy rettentő bonyolult tákolmányt rakott össze, ez a Reif mikroszkóp egy ilyen őrület, rengeteg csavar, egy jó a mindenne, de megcsinálta, működött. Láthatóvá tette a vírusokat mondták, hogy az élve nem lehet, mert elektromikroszkop, még igen, mert ott le kell gőzölni, meg fém gözülni, és úgy lehet csak megnézni, hát az úgy már nem igen marad élve a vákumban, meg a fém után. A formája megmaradt, tehát azt látod, hogy milyen az alakja, de sajnos az van, hogy ez így nem működik. De a rájféle feltétel meg lehetett csinálni azt, hogy láthatók lettek élve, mozogva a vírusok. Ó, ez nagyon, nagyon jó. Mi? Nem -e lehet, hogy berakta azt az ott amiről... Nem, nem, két, két derékszögű, izé, nem, 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 két derékszögű prizma, vagy négy derékszögű prizmát rakott bele, mondom. Azt nem okta rakott bele, nem, de, de nagyon jó találmánya volt a rife és rájött arra is, hogy a, hogy a vírusokat hogy lehet elpusztítani. de látta élve, és különféle frekvenciákat ráadott a a tájlemezre azért, amin nézte, különféle rezgéseket adott rá, és akkor nézte, hogy hol esik szét a vírus. És megtalálta a vírusoknak azt a rezonancia frekvenciát, ahol darabokra hullottak. Hát ez nem kellett, ugye, mert valahol a világtervekben ez nem illet bele. Ez a terv régi. Nagyon régi. Ez több száz éves. De ráérnek. Aki ha tényleg a hatalom, tudja, hogy mi a hatalom, az ráér, az nem sír. Nem siet. mert meg tudja várni, hogy te meghalljál, meg nem probléma. Mert a rendszer, ott egy olyan rendszer tart fönt, egy okos rendszer, aki, aki tényleg átlátja a dolgokat, nem ilyen kamú emberek, és akkor előre tudja, hogy na ez fog következni, és ezt én így rendezem, úgy rendezem. Ezek a, a világurai, csak ugye te ezeket személyesen így nem ismered. Mondja, van, hogy akartál. Nem azért eszem, itt a forgó lencsénél, hogy ez ilyen szólt lencse, hogy úgy alkothatjuk a képet a forgó lencsénél, hogy van egy állapota áll a lencse, átjön valami... Nem forgó lencse. lencse, én ilyet sosem mondtam. Ha nem lencse, egy üveg. De te lencsét mondtál. Igen. Forgó lencsét kétszer. Tehát egy megcsiszolt üveg, átjön rajta a fény, Nem, azok. meg mart üveg, mat üveg, amit folysavval, flórsavval marnak meg, uh -huh. és nem csiszolják. Nem, le is lehetne, de akkor nagyon összevisszák a, a lukacskák, amit a homokfúvással csinálsz. Ablaknak jó, dekorációnak jó, de ide folysavval marják meg. Tehát körülvásáznak egy ilyen lemezkét, körülvásázzák, és arra tesznek egy két csepp folysavat. És az, az, a, az, olyan, mint a sósav, csak még erősebb, fluorsav. Ez nem klórból készül, mint a, mint a sósav. Én azért sósav, mert sóból csinálják a, a hozzávaló klórt, amit aztán elégetnek a, a sósavkájába, sósav hidrogénnel. És az a gáz, ami ott felszabadul, az, az, a sósav gáz, az nagyon jól oldódik vízbe, belebogyogtatják, ott a sósav. A 38 fokosnál erősebbet nem igen lehet csinálni. De az már füstölgő sósav. Szóval az, az, azért az hogy kinyitod az üveget, és így füstölök. Van kénysav is ilyen füstölgőben, meg sósav is. Azért, az eleven gondolkodtam, hogy átjön rajta valahogy a fény és minden állapotban, ahogy forgatjuk, az összes állapotban egy egy kép Ez a jó. És az összes, tehát mindegyik állapotában más szemszögből látjuk ugyanazt. Igen. És ebből összerakja a teljességet a forgatás közben a személy. Igen, képződbe, igen, megintem, igen, igen. Ez a, a nagyon jó. Most nagyon jó. jót mondasz. Igen, igen. De képen, ahogy a téridő is de, de, de gyorsan vetített film, úgy, úgy vetítődik. Igen, hát a téridő, a, a... igazából mi a téridőnek csak legfeljebb a, a kis részét látjuk a dolgoknak, egy nagyon pici részét, ugye az egyik párhuzamos univerzumban látunk, a többiben nem. Itt van, de nem látjuk. És, és, és a, a szemed mégis egy folyamatot lát, ott van a Gizika, ott van a Mancika, ott van a Józsika, lát egy folyamatot, nem is gondolsz arra, hogy ez, ez ilyen, mint a álló lennének. Tehát ez nagyon gyorsan, egymár, amit mondtál, hogy nagyon gyorsan vetített filmkockák. Az folyamatosnak tűnik, a film, tehát a film az csak ilyen állóképekből áll. Tehát én így felemelem a kezemet, hogyha megállítod képenként, akkor így van a kezem, így van a kezem, így van a kezem. Nem, mozgást nem lehet látni. A te szemed összeintegrálja, vagyis hogy össze, tehát belőle a mozgást, de akkor nincs ott mozgás, álló gépek vannak. Terer jöttek rá, a, 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 amikor a filmet elkezdték megcsinálni. Nekem mi is a, rájöttünk erre, amikor a könyvünk szélire rajzottunk rajzfilmet. Csináltatok még ilyet? Ugye valamilyen tankönyvünknek a szélire rajzottunk, hogy föntről beugrik valaki és ott csobban egyet a vízbe, vagy mit tudom én, micsoda. Hm? Könyvet, és ahogy pörgettük a könyvet, úgy mozgó film lett belőle. Mi nagyon élveztük a kölyöknek. Unatkoztam az órán, akkor pörgettem a könyvet is. És... Mondjad! Mondjad, Bálint! A naprendszernek a keletkezéséről szeretnék kérdezni. Naprendszer keretkezése? Olyan értelemben, hogy a napszerán az hogyan rendezi el a különböző bolygószeránok között a az anyagot, és az anyag az hogyan épül be? Hát ez a, ebben a hátralévő 5 percben nem mondható el, de legközelebbre megígérem neked, hogy csinálok egy ábrát, valahol megvan nekem, csak nem tudom, hogy hova tettem el, egy ábrát, amiről beszéltem már valamelyik most nem régi előadásban, hogy a bolygókat úgy rakod fel, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és akkor így felrakod a felrakod függőlegesen, meg a legmagasabb a Plutó, mondjuk egy a 3 papíron az a legnagyobb távolságot, és akkor utána rendesen méretre berakod a távolságokat, a bolygó távolságokat, és akkor kapsz egy ilyen, eh, majdnem parabola, nem parabola lesz, hanem lesz benne egy ilyen hullámzás is. És ebből a hullámzásból lehet következtetni, hogy hol van a következő bolygó. Tehát ez csillagászatból nagyon fontos dolog, és lehet látni, hogy van egy teljes hullám, és van még egy félig megcsinált hullám, tehát még kell lenni bolygóknak kiebb, nagy bolygóknak is esetleg. Hogy hogy rendezi el, a bolygó szerántól függ. A bolygó szerán, a szerán az azt jelenti, hogy, hogy égi hely. Ez az égi hely kicsit hasonlít, amit a Lagrange felfedezett a Lagrange pontoknál, ez az égi hely, ez lehetővé teszi, hogy ott abban a helyben keringjen egy bolygó. Vagy van benne bolygó, vagy nincs. De hogy azon a helyen, abban a távolságban keringhet, mert ott van rezonancia. Ott keringhet. Ilyen a féton, ami az ötödik bolygó volt, már nincs, meg szétesett darabokra. Egy, egy ütközés, egy bolygó ütközés következté A Marduk nevezetű bolygó északi szél nevezetű holdjával ütközött össze a féton, és mind a kettő szétment darabokra, és egynek egy nagy része a Saturnus meg a Jupiter körül kering, egy része a Fétonnak a régi pályáján kering, és egy része meg becsalinkázik ide a belső naprendszerbe is. És ezek életveszélyesek a Földre nézve. A Marsot kinyírta egy ilyen. Ez egy ilyen nagy szikla volt, Hát ilyen himalájányi nagy szikra, elment a mars mellett így hopp, megsúrolta, nem ment így neki, hanem így súrolta. Hát de ez bőven elég volt, hogy vigye a vizét meg a levegőjét a marsnak. És elvitte magával is, ettől kezdve a mars kihalt bolygó lett. El nem halt ki egészen, mert ezt látták előre, voltak földalatti bázisok, túlélték jó páran, akik ott aztán tovább szaporodtak újra, tehát, és tovább építettek újra, mert érted, nem voltak buták. Tehát tudták, hogy mit kell csinálni, hogy a túléléshez tudták, mit kell csinálni, hogy a vízből lehet oxigént csinálni. Volt űrhajójuk, csak nem sok, volt csillagkapujuk, csak nem sok. De egy csillagkapunk keresztül be lehet hozni ide a, mondjuk a vizet. Hát persze. Csillagkapunk folyékony vizet is be lehet hozni, vagy jeget is. Mert a csillagkapu egyik fele az itt van, a másik fele a franc tudja hol van. A franc tudja hol van, ott beleteszem a jeget, itt esik ki. Ez a lényeg, a csillagkapu lényege. Itt belemegyek, ott jövök ki. Ez a lényege. És hogyha én az egyik felét beteszem egy víztartályba, a másik felét meg a földre, és a víztartálynak kinyitom a csillagkaput, akkor itt elkezd dőlni a víz. Ez fog most történni. Ez fog történni. A hold tele van vízzel, ezért. Föl van töltve vízzel a hold. És két orosz meg egy amerikai űrhajussal volt alkalmam életemben beszélgetni, és ők is azt mondták, hogy igen. Hogy azt látták, mérték, tudták, hogy a hold belseje belül üreges, és valószínűleg víz van benne. Víz. Sok víz. Annyi víz, mint most az egész vízkészlete a Földnek. Az nem kevés. Tehát az összes óceán, az összes tenger, az összes folyó, az összes gletscher, tehát minden vízkészlete a Földnek. Tehát így működik. Édeseim, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, jövő csütörtökön folytatjuk, jöttök, gyertek, jövő csütörtökön, tudtok, gyertek. És akkor beszélgetünk, lehet kérdezni, továbbra is. Még két, három, négy ember, öt ember is befér, és akkor itt leülünk és beszélgetünk, lehet kérdezni. Erre nagyon sokan kíváncsiak. Ezt 12 ezeren nézik minden héten. Tehát nagyon sokan kíváncsiak. Ez jó, hogy így van, mert én időnként nem jókat mondok, tévedek, tévedek is időnként. De bocsánatot kérek, a tudomány nem téved? Hát dehogy nem. A, a Teller professzor mondta valami Mexikai Egyetemen, ha minden igaz, hogy amióta én, amióta én tudós vagyok, Azóta tulajdonképpen a fizikának minden tétele megdőlt, talán kivéve a fénysebességet, de az sem biztos. Na, tehát, hogyha egy, egy Nobel-díjas ember azt mondja, akkor bocsánatot kérek, hogy változhat a világ, gyengül, ami erős és erős lesz, ami gyenge volt az előtt. Mi voltunk gyengék az előtt, de most már nem vagyunk gyengék. Köszönöm szépen a figyelmeteket.